Jó reggelt! Reggel 7 óra van, és mi már ébren vagyunk. Amire ébredt 5:30-kor, mert tegnap elég korán lefeküdtünk. Igen, és saját magát nézi a tévében. Kicsit beteg vagyok, úgyhogy tegnap nagyon hamar lefeküdtünk, meg tegnap nagyrészt egész nap feküdtem. Meg jó nagyot aludtam éjszaka is. Megfáztam, köhögök, fáj a torkom, fáj a fejem, meg szarul vagyok. Mondjuk most már jobban, tegnap rosszabbul voltam. Úgyhogy most meg olyannyira aktívan telt a reggelünk, hogy már be van rakva a sütőbe egy adag répás muffin, és várjuk a csajokkal, hogy elkészüljön. Kicsit kárpótoltam őket a tegnapi semmit tevésért. Tegnap tényleg nagyon rosszul voltam. Úgyhogy sokat voltak a kiságyban. Én meg sokat pihentem, mert lázam nem volt, de fájt mindenem, meg taknyos vagyok. Úgyhogy nagyon jó orrcsepet vett nekem Dani. Úgyhogy ez működik. Itt van Ancsi is. Anna, Mini. Igen. Baba. Most meg amikor reggel felkeltünk, és nekiálltam sütni, beraktam egy ilyen karácsonyi videót Ancsinak, mert Amirát még visszaraktam, miután kapott egy üveget, és csak a tévét a háttérbe lehalkítom, mert ez így nagyon zavaró. És elkezdett Ancsi nézni egy ilyen karácsonyi kis filmet, na hát nem, egyből mondta, hogy mesekaka, csak a blogot akarja nézni. Jaj, vigyázzál azzal! Citus, óvatosan, jó? Ódni! Hopp! Ugra! Hopp! Jaj, te! Amina meg rágja azt a valamit. Hogy itt már nagyban elindult a nap. Mi baj van, Ancsi? Elkészült a muffin, a sárgarépás muffin, amire már eszi. Nem ilyen, Mana? Te is egy kicsit törcsöksz. Kut. Te is egy kicsit törcsöksz, Mana. Csak nem te is megfáztál. Mi baj, Titukám? Felajánlottam Ancsinak, hogy így összecsipkedem, úgy, mint ahogy a babának van, de nem, csak sipítozik. Nézd csak, és hogyha ebből adok, ami a baba előtt volt. Úgy jó lesz. Amire olyan fejeket tud néha várni kajálás közben, először mindennel nagyon bizalmatlan, bármi újat adunk neki. Aztán belejön, és akkor ízlik neki, de elsőre mindig olyan pofákat vág, hogy nagyon jókat szoktunk rajta virulni. Na milyen, Ancsi? Finom? Hú, de kómás vagy még. Nem szoktatok ilyen korán kelni. Na jó, hát akkor együnk. Anna a másik szobában játszott, és volt mestem berakni zenét, és itt Tom volt az előbb, hogy mesekaka, csak azt pont nem tudtam felvenni. Most már jó lesz? Mana, nem rossz ez a zene? Ki a? Ki? Hol van Niki? Keresd meg! Na. Jaj, köszönöm, szívem. Csak a mesekaka megy. Már úgy unom. Mindegyiket láttuk 6000-szer. Baba meg Ancsi ágyában játszik. Ancsi meg a hálószobában játszott, amíg észre nem vette, hogy kicseréltem a mesekakát zenekakára. Igaz? Of course. Apa alszik. Kettőre megy dolgozni, apa.
De sokáig fent volt, még ébren volt, amikor felkeltünk 5:30-kor, úgyhogy most alszik apa. Minek ez a tárgyban? Nézzék akkor. Mondjad, hogy cumi. Cumi? Cumi? Ha! Ne jó. Megnézzük a babát, hogy mit csinál? Na ne. Gyere. Baba meg itt bulizik. Már az összes játék a kis ágyban van. Mit szeretnél, Mane? Kis ágyba bemész te is? Megnézzük egy kézzel, be tudlak-e rakni, nem biztos. Jaj! Adj! Adj! Ilyen hát ez nagyon jó. Bá! 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 Micsoda fogai vannak! Bá! Jaj, hát meg is kaparintottál a telefonon, meg is kaparintottál. Ott van Kyle is. Hát ez az is játék bent van már kis ágyban. Igaz? Édeském. Na, olyan 10:30-11 körül van, és a csajok alszanak, sőt, apa is alszik, úgyhogy ez egy egész ház. Én mosok, meg egy kicsit csináltam a netes munkáimat, illetve a régi videókat nézegetem, ezek még abból az időkből valók, amikor Anna nem volt itt nálunk, és most megtaláltam egyet, amikor voltam a Bettyéknél, meg nála láthatáson, és így elgondolkoztam, hogy mennyire nagyon jó, hogy elkezdtem csinálni ezt a blog csatornát, mert annyira imádja, mert így ezt az időszakot, amit külön töltöttünk, ezt valahogy így felül tudjuk írni nála. Szerintem már nem is nagyon emlékszik arra, hogy nem mindig velünk volt, és ennek annyira örülök, annyira hiányzott, és annyira féltünk attól, hogy ez mekkora törést fog neki jelenteni, de én azt gondolom, hogy nincs itt semmi gond. Olyan jó, hogy hazajött. Annyira nagyon üres volt a lakás nélküle. Jó, nem volt üres, mert amire itt volt, és ő azért betöltött, de az ő helyét nem tudta betölteni. Így az igazi, hogy itthon vannak mind a ketten. Nagyon boldogok vagyunk. Úgyhogy, hát köszönjük még egyszer mindazoknak, akik elkísértek az utunkon, és nekünk drukkoltak.